Köszöntünk mindenkit, ez itt a Dupla tízes főműsora, én Cseretei Márk vagyok. Én pedig Végi János. Ezen a héten Szoboszlai Dominik, ahogy az a címben látszik, lesz a fő témánk, viszont mellette beszélünk a Ferencváros Kievi, vagyis hát ugye a Hamburgida a ellen aratott fölényes győzelméről, valamint természetesen a magyar válogatottról, amely kapcsán nagyon sok a téma, és majd itt a hollandok-németek elleni meccs is, is természetesen szóba kerül most, hogy megpróbálok megtanulni beszélni, átadom a szót Janinak. Dominik elvesztette-e a kezdő pozíciót Liverpoolban? Nem fogjuk ilyen gyorsan megválaszolni a kérdést, ezt előre elmondom. De drámai a kérdés. Viszont a kérdés valóban drámai, és lássuk is, hogy mi az aktuális helyzet a magyar válogatott csapatkapitánya kapcsán. Szoboszlai Igen. az elmúlt öt mérkőzéséből hárman nem kezdett. Ezek voltak ugye az Arsenal, a Liverpoolzen és az Aston Villa elleni mérkőzések, míg riválisak, Curtis Jones viszont Ötből négyszer az volt. Igen, ugye egyszer fordult el, hogy mind a ketten pályán voltak. Itt a Brighton elleni Liga Kupa mérkőzésen gyakorlatilag ilyen furcsa két visszavoncsotáros felállásban játszott a Liverpool. Ott akkor Curtis Jones és Szoboszlai megfért egymás mellett. Egyébként viszont Slotnak a játékrendszeréből abszolút kivehető, hogy egy darab igazi tízesre van szüksége. Ugye négy védővel játszik slot, van két hatos, amelyik ugye Grafenberg és McAllister többségében, és ezt szerintem nem is szeretné megbontani. Van egy gyakorlatilag állandóan váltakozó csatára, ugye Zsota, a Nyúlja, ez éppen kísérült, játszott már ott Hakpo is, uh, Szálá is volt betolva. A jobb szélső egyértelműen Szálá, még ugye a bal oldalon többnyire Luis Diaz játszik, de Hákpó is előfordul itt. És a tízes az, amelyik tényleg egy emberes poszt, tehát onnan Onnan igazából valaki vagy játszik, vagy a kispadon van, és egy igazi vetétársa van itt Szoboszlói Dominiknak, ez egyértelmű, tehát másra nem fogják semmiképp lecserélni. Viszont Curtis Jones fenyegetést jelent rá, ezt most már az elmúlt hetekben is beszéltük, hogy ha az angol 24 éves középpályás jó formában játszik, akkor Dominik ilyen szempontból bajban lehet, és tényleg ugye a slot az elmúlt hetekben csak dicsérni tudja Curtis Jones, egyébként Dominikot is, tehát trendre elmondja, hogy amit védekezésben, letámadásban művel a hihetetlen, viszont azért használja most többet Jones-t, mert remek formában van, és a kapu előtt meg tud érkezni, és ott a kapu előtt tud alkotni. Ugye beszéltünk már arról is, hogy Szoboszlai elmondta, hogy 25 gólt vár magától, gól plusz gól ebben a szezonban, mégsem mindnek ezek egyenlőre. Ez jelentheti -e azt, hogy ameddig nem találja meg a góllövő cipőjét, hogy ilyen ilyen a régi módi kifejezéseiek addig Jones átveszi a helyét. Igen, amúgy a játék a során az meglátszik a kettejüknek, hogy Jones sokkal bátrabb, a kapu előtt, és most nagyobbakat alkot, ahogyan te is mondod. Szoboszlainál szóval sokkal többször látjuk ezt a öm, kis bizonytalanságot, vagy visszafogottságot. Ugyanakkor én nem gondolnám azt, hogy ez valamilyen hosszú távú problémát vetíten előre. Tehát ha most pár meccsen keresztül öm, kevesebbet is játszik Szoboszlai, nem gondolnám, hogy, hogy egy olyan játékos a csapatnak, akik itt mondjuk hosszabb távon innentől kezdve a padra szorítaná, akár Curtis Jones, akár más. Mielőtt konklúziót vonnánk, meg én is konklúziót vonnék az előtt. menjünk végig azokon a pontokon, amiket itt össze is gyűjtöttem. Ugye, miben jó Szoboszlai Dominik? Elsősorban letámadásban. Uh, abban tényleg az egész liga előtt jár gyakorlatilag futó mennyiségben. Remekül zár vissza, remekül védekezik. Rendkívül jól passzol, bár itt a passzázalék azért jelentősen visszaesett, és nem is, nem is uh, próbál meg olyan indításokat, mint mondjuk a kloppérában. Ettől függetlenül ugye a kapu elé is rendre meg tud érkezni, de ott nem sikerül ezeket a helyzeteket idén ebben a szezonban befejeznie. Ehhez képest miben jó Curtis Jones? Ő egy uh, sokkal progresszívebb játékos, aki Betű a 16-oson belülre, ö, rengeteg, tehát nem is azért rengeteg lövéssel próbálkozik, de amikor elé kerül a labda, akkor bátrabban próbálkozik ilyen lövésekkel, jó pozíciókból is adja le azokat, illetve előszeretettel megy bele ö, csel mondjuk az Arsenal ellen láthattuk, hogy ebből a Chelsea ellen ebből ki is harcolt egy 11-est, és tényleg emiatt több szabálytalanságot is követnek el ellenére. Jelenleg az játszik, látszik különbségnek a két etikos között, hogy magabiztosabb Curtis Jones, ami fura, mert azért nem szoktuk meg Szoboszlaitól a válogatottban, meg ugyan a nyilatkozataiban, amilyen kiállása, aurája, személyisége van, hogy nem lenne határozott, de most mégis azt látszik, hogy a pályán egyszerűen Jones jobban elmeri vállalni ezeket a lövéseket. Mi a hátánya a két játékosnak, mi billentheti a mérleget Szoboszlai felé? Egyrészt az, hogy egyszerűen jobb játékosról beszélünk, tehát minőségében, kvalitásában Szoboszlai Dominik egy jobb futballista mint Curtis Jones, ő tényleg ebből a Liverpool növendékek közül kiemelkedik, de fele olyan rugó technikája van, fele olyan passzkészsége van, és tényleg az, amit a, a Red Bull csapatoknál megtanult Szoboszlai Dominik Salzburgban vagy Lipcsében, azt a letámadási repertoárt, azt sem tudja Jones. Tehát ezekben mind jobb Dominik, ezért egyébként én is azt gondolom, hogy előbb-utóbb vissza fog kerülni, vagy egyáltalán nem lesz ilyen, hogy húzamosabb ideig leváltja, azzal viszont egyetértek slotta, hogy jelenleg ő van jobb formában. Így van, igazából ez nagyjából az is, amire próbáltam is utalni korábban, csak te szerintem jobban is ezt foglaltad. Igen, Igen. Még, még a statisztikáikat akkor nézzük meg, mert ez lehet még az, ami a kettőjük közti különbséget bemutatja, bár ez nem fog ilyen szempontból segíteni. Ugye Dominik az egész idén filmbe véve ö, több mint 400 perccel többet játszott jones eddig, viszont csak a PL-t tekintetbe véve ugye Dominiknak nincs gólja Curtis Jonesnak van egy, Dominiknak 1,46-os XG-je van, Jonesnak 1,27, Dominiknak 1,1 lövése van meccsenként, Jones-nak egy, mind a van egy-egy gólpassza, és majdnem egy egész várható gólpasszal jobban teljesít Szoboszlai Dominik, ami a gólpasszokat x át illeti. Mindez mit jelent? Ugye kevesebb meccse van ugyan Jonesnak, de azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenben megegyeznek a számaik, még, még, a lövések számában, meg a lövés hatékonyságban is, és emellé Szoboszlai Dominik sokkal jobb a helyzetek előkészítésében, mint Jones, úgyhogy ezek alapján tényleg Udajukadunk adunk, hogy én is azt gondolom, hogy ez nem lesz egy huzamosabb ö, idő, mert egyszerűen jobb kvalitású játékos Szoboszlai mindig hasonló számokat produkál, de be kell fejezni a helyzeteit, ki kell osztani a végére a, a gólpasszokat. Ha ezek megjönnek, akkor ö, sem Jones, sem más esélytelen, hogy kiszorítsa. Rendben, és akkor ö, adáson következő témájával folytatjuk a beszélgetésünket. A Ferencváros idegenben a hamburgi albérletében kiütötte a dinamó Kievet. Előzetesen is számíthatunk arra, hogy a Ferencvárosnak áll az zászló ezen a mérkőzésen, és talán um, itt most uh, összejött az, hogy uh, lehet, hogy talán kis túlzás is volt, de mindesetre, hogy. három De hogy ahogy igazából a három pont reményében, igazából pályára léphettek ott, tehát ez, igazából összejöttette nekik a győzelem. Benne volt a levegőben, hogy így fogalmazunk, hogy a Fradi megnyeri ezt a meccset. Ettől függetlenül azt azért én mondjuk nem állítanám, hogy esélyes lett volna ez a meccsen a Ferencváros, még mielőtt mondjuk a kezdő sípszó, vagy mondjuk az a 17. perc megtörtént volna. Nullaponttal állt a Dinamo Kiev, de győzelmi kényszerben voltak, Ugye a hazai pálya számukra nincs ettől függetlenül egy értékesebb keretről is beszélünk, mint a Fradi esetében, egy összeszolgottabb keretről is, és, és szerintem abszolút 50-50 volt itt az esélyek, mm -hmm. de meg volt arra a sansz, hogy a Fradi nyerjen. Na most ehhez kapott Jánzen csapat egy hatalmas lökést a 17. percben, amikor megfogyatkozott ugye 10 emberrel a dinamó Kiev. Nagyon furcsa szituáció volt, mert... A 16-os, tehát már az alapvonalon túl jött a szabálytalanság, úgyhogy a labda már nem volt játékban. Az nem tudom, hogy akkor mi lett volna esetleg, nyilván ez a szabályok teljes ö, ismerete ö, kell, hogyha még játékban lett volna a labda, tehát mondjuk az alapvonalon megáll, de már az alapvonalon túl rúgja föl ö, a, a Ferencváros játékosát, akkor mi lett volna az ítélet. Így egyértelmű volt, hogy nem 11-es csak kiállítás, úgy azért kérdéses. Igen, ez, ez nem sok... Nem nagy távolságon múlt. És akkor lássuk is azt, hogy mivel folytatódott a mérkőzés, Annak ellenére, hogy a kievember hátrányba került, eleinte nekik voltak a veszélyesebb lehetőségeik, ugye volt két kapufájuk is. Majd a második fél időben sem álltak vissza, próbáltak előre menni, hogy megszerezzék első ö, pontjaikat. Ugyanakkor aztán Varga Barnabás megadta a kezdőlöketet a mérkőzésbe, és megszerezte a Ferencvárosnak a vezetést. Ugye Varga duplázott a mérkőzésen, Zakari Eszten is betalált, aztán Száldánja, így már 4-0 volt a végeredmény. Így van, 4-0-ra tudtam megnyerni a Fradi ezt a meccset. Varga Barnabás hihetetlen formában futballozott ezen a meccsen. Eleve már a kezdőlökést az adta meg, hogy egy hatalmas bombát eresztett meg az ellenfél kapujába, és aztán egyszerűen magabiztossá vált a Fradi, a Kiev ugyanúgy folytatta azt a játékot, azt a kitámadást, amit a meccs első szakaszában próbáltak helyzeteket kiharcolni, és emiatt kinyíltak, a Fradi pedig gyakorlatilag a kedvére kinyíre kontrásszatott emberelőnyben. Ebből aztán a beálló szádányával lett meg igazán itt a, 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 az öröm mámar és ő a negyediket a 76. percben, gyakorlatilag egy 20 perc alatt lezongolászta itt a Fradi ezt a meccset. Megvan így tehát Jánzen csapatának a negyedik, ötödik és hatodik pontja is ebben az elkírásban. Négy meccs után hat pont. Előzetesen amúgy azt hiszem, hogy a fradi szurkolók ezt úgy nagyjából alá is írták volna, mert az Anderlecht ellen sokan győzelemre számítottak de a ellen meg vereségre, és akkor ott volt a Spurs, amit meg szintén beírt mindenki előre egy zakónak. Úgyhogy igen, a Fradi úgy áll, ahogyan szeretett volna állni, és Német meccse van még hátra, erről beszélgettünk már a múlt héten is, ugye a Pauk, a Malmö, a Frankfurt és az AC -ták már. Ebből a négyesből gyakorlatilag elég a Fradinak egy-két pontot gyűjteni ahhoz, hogy azért a 24 már meglegyen a nyolc meg egyáltalán nem reális, úgyhogy ha egy győzelmet mondjuk ezen a négy meccsen be tud gyűjteni a Fradi, akkor gyakorlatilag 99 hogy ott lesz a következő körben, de akár egy darab X is elég lehet. És akkor még egy téma, itt a Fradi kapcsán, Szádánya és Varga. Ö, ódákat zeng mindenki Száldányáról, mióta megérkezett a labdarúgó NB1-be és így a Fradiba. De, de, most már tényleg azt látjuk, az elején ez volt, hogy jó, hát most jött, nem volt meccsben, nem tudta felvenni a ritmus, még nincs ott fizikailag, de most is azt látjuk, hogy mintha 20 perceket bírna. Vagy nem, mert inkább az a helyzet, hogy varga barnabás továbbra is az első számú csatár. De abszolút, hogy lehet, hogy ez a helyzet. Jó kérdés, ugye amikor az pörszelen fenn volt Száldányi a kezdőként, akkor le kellett kapni viszonylag hamar, de varga-barnabást oda tették a kezdőbe mivel, kivel működik jobban a Fradi Száldányán, rengeteg gólt szerez, amikor a pályán van, és rengeteg lövést teresz meg, de lehet, hogy csapatjátékot tekintve Vargával jobban muzsikál a Fradi Jánzen szerint is. Ettől függetlenül én nem zárom ki azt a, a, tényt, hogy egyszerűen nem bírna 90 perc Száldánya, ezért nem is kezd Száldánya a legtöbbször, és hogyha bajban lenne a Fradi, akkor behozzák, ugye azért a bajnokságban nem mennek olyan simán ezek a meccsek, és épp hogy sikerült nyerniük, ember előnyben. Igen. És akkor menjünk rá, nem is a fő témánkra, mert az uh, Szoboszlai Dominik volt, de a leghosszabban kifejtett témánkra, ami természetesen a magyar válogatott is. Meglepődtél le bármilyen változás, itt a keretben? Azt kell mondjam, hogy nem. Tehát teljesen értettem azt, hogy mondjuk miért uh, maradt kint Ádám Martin, ugye, majd még beszélünk is róla, most egyelőre csak megemlítettem a nevét, uh, de lesz még róla szó. Uh, tehát, hogy abszolút nem jött össze neki ez a görög történet. Aztán... Öm... Igen, meg ugye Ádám Martin mellett ugye gazdag Dániel maradt ki. Az a gazdag Dániel, aki sérüléssel küzdködő, véget ért az idényen ráadásul Filadelfiában. Úgyhogy helyükre Szabó Levente, illetve Gruber Zsombor került be erről majd később, hogy tőlük mit várunk, viszont, viszont én is azt hozzátenném, hogy senkinek a kimaradása, vagy a bekerülése nem lepett meg. Ugye beszéltük is itt az előző adásban, hogy gyakorlatilag nem várunk meglepetéseket, és reméltük a felvételünk után volt a keret hirdetés, hogy nem is fog ilyen történni. Ami nekem pozitívumként, ami engem pozitívumként érintett, hogy Gerard el ismét ott van a csapatban. Ugye kényszerű okokból jött be az előző keret a keretbe, de pályára is lépett, és tényleg jó játék elő. Nagyon látszatra, nagyon motivált volt, ugye köszönő beszédet is utána írt a saját Instagram oldalán, úgyhogy tényleg Gerának a bekülésének örülök. És emellett akkor a, a két újonc, hogy Szabó Levente és Gruber Zsombor. A Szabó Levente a, a, német másodosztályban ugye eligazolva Magyarországról három gólnál két gólpasznál jár, egyre inkább kezdi magát beverekedni a kezdőbe. Ő jó játékot mutat, úgyhogy az ő választását én értem. Gruber Zsomborét egyébként kevésbé, és erről beszéljünk mind a kettőkről egy kicsit. Gruber Zsombornak öt meccse van mindössze a eddig. Egy gólt szerzett ugye a Debreceni 2-2 során. Én, míg az Európa Ligában a keret hirdetés ig nulla játékperce volt, azóta van neki 15. Hogyhogy? Hogy? Rossi néha az embereknél lát valami amit nem látunk, vagy most ez ilyen nagyon misztikusan hangzik, de, de igen, ha esetleg valami meglepetés és is kéne mondani, akkor az valóban ő. Tehát a, valószínűleg a, az eddigi Ferencvárosban mutatott teljesítménye az, hogy egy ilyen nagy csapatba beszállt, az győzhette meg rosszit. Én meg pont azt gondolom egyébként, hogy az eddigi Ferencvárosban nyújtott teljesítménye egy nagyon kicsi minta, még ha egyébként jól mm. is játszik, amikor játszik, és ráadásul nem is igazi erőfelmérő meccseken mutatta ezt. Én inkább itt arra vezetném vissza, hogy Rosszit, ami meg tudja győzni ilyenkor, az a motiváció, mert hogy tényleg minden nyilatkozatában lejön Gruber Zsombornak, illetve a válogatott meghívó után is, hogy ő mennyire akarta ezt, és mennyire örül ennek. És ugye felvetődik a kérdés, ha ő bekerült a Fradiból öt meccs után a, a válogatottban még akkor is, hogyha a Puskás Akadémiában azért láttuk ö, már korábban jól játszani, akkor mondjuk, miért nem került be egy-két éve a keretbe Lisztes Krisztián, aki zsákszámról lőtte a gólókat a Fradiba csereként, ugye szintén fiatalként. Róla viszont sem. mondta rossz, hogy még várnia kell. De és ez, ez nem biztos, hogy nem a hozzáállásom múlik. Tehát, hogy azért azt gondolom, kevesen mondják azt, hogy Lisztes Krisztián kevésbé tehetséges, mondjuk, mint Gruber Zsombor, Sőt, hm. ennek ellenére lehet, hogy rosszi itt ilyen szempontból tényleg óvó bácsiskodik továbbra is a keret fölött, ami eddig nagyon jól bejött, és, és az jöhet, aki teljesen elszánt és elhatározott, akit pedig ez annyira nem érdekel, annak nincs helye a keretben. Ugye múlt héten német András is szóba került, aki azóta ugye a 21-es válogatott meghívót is ugye volt, lemondta. Igen, Rossz... Rosszi megemlítése nélkül megfogalmazott egy igen éles kritikát, hogy aki nem becsüli meg az utánpótlás válogatottak meghívóját, az ne reménykedjen a nagy válogatott meghívójáról aztán közben német Andrással még egy kis galiba történt, elkésett egy edzésről. Ezek után nem utazhatott el a csapat a legutóbbi bajnoki mérkőzésére, kirakták a keretből egy meccsre. Igen, Ráadásul még ugye hozzátartozó is megnézték volna a meccset vele, úgyhogy ez különösen egy kellemetlen történet volt, de ez már csak egy mellékszám. Igen, pont a születésnapja után volt ez igen. német Andrásnak. Van tippünk, hogy miért késhetett el, de igen, ez így alakult. Hát, arról beszéltünk, hogy formája egyre javulóban van. Ő nem kerettag, úgyhogy róla tovább nem ettünk szót. Még Gruber és Szabó kapcsán beszéljünk arról, amit Rosszi konkrétan mondott. Ugye azt mondta, hogy Szabó gazdag helyére érkezett, akinek sérülés az Amerikai Liga vége miatt az utóbbi hetekben nincsenek játékpercei. Gruber pedig Ádám helyet kapott meghívót, aki nincs top formában. Látunk fiatal játékosokat, akik lehoznak 3-4 jó meccset az NBA-ben, felkeltik a sajtó és a szurkolók érdeklődését, aztán eltűnnek, nincs követhető teljesítményük. Ezekben a fiatalokban bízom, hogy helytállnak, fejlődni fognak, és akkor lesz még lehetőségük. A jelen válogatottját építem, de már félszemmel a jövőt nézem, nagyon költői, Márkó. Igen. <tos> <tos> igen. Ebben gyakorlatilag elmondja, és tényleg utal arra, hogy miért van ott Gruber, de közben utol arra, hogy ez nem elég még egy-egy villanás, arra, hogy húzomosabb ideig is nála. Igen, ugyanakkor én azt is sejtem, hogy ott van a fejében az a bizonyos csatár probléma, amiről már nem egy adásban beszéltünk, hogy, hogy Varga Barna más mellett ki lesz csatára a magyar válogatottnak, ha éppen nem német András. Szóval, hogy valószínűleg Gruberben is keresi a, a, a jövő lehetséges egyik jó, jó támadóját. Igen, egy, engem egyébként ilyen szempontból meglepett, hogy itt a középcsatár skilleket nézzük, hogy úgy mondta, hogy Grubert hívta Ádám helyett, és, és ugye Szabót gazdag helyére. Tehát gazdaggal gyakorlatilag Rossi a válogatottban csak középső középpályásként számolt, pedig ugye inkább egy második csatár, még Szabó egyértelműen egy kilences. Úgyhogy nem meglepődnék, hogyha Szabóra mondjuk középső középpályásként számítana. Azt gondolom, hogy kettőjük közül Gruber nem valószínű, de de szabó szerintem akár már itt a hollandok ellen is kaphat egyébként lehetőséget, mert hogy lehet, hogy konkrétan másodszámú csatár lesz, és hogyha vargának valami problémája van, elfárad, jönnie kell még valakinek előre, akkor könnyen lehet, hogy jöjjön. Ezt én is el tudom képzelni. Ha már egyébként a csatár gondok szóba jöttek, illetve a játékosok teljesítménye, akkor itt tennénk el említést arról, hogy Ádám Martin aki ugye nem került be most a keretbe, szerződésbontott Görögországban igen gyorsan ha az Asterasztól távozik. Hát nem igazán jött össze neki az ottani időszak. Ugye a Görög kupában egy harmadosztályú csapat ellen lőtt két gólt, egyébként viszont nem sikerült betalálnia, nem jött össze egy előre váltás. Válogatottban sem teljesített új. Mire számít az most tőle? Jó kérdés, hogy egyáltalán ö, merre viszi most a jövő. Én azt hiszem, hogy az a a forgatókönyv, hogy továbbra is marad légiós, és nem az NBA-be tér vissza, viszont nagyon fontos lesz most, hogy merre, milyen irányba lép a karrierje. Az biztos, hogy ez a görög váltás nem jött be, azért a korai ennél sokkal jobban korábban. Hm. Egy ilyen robosztus, jó felépítésű csatára egyébként azért több ligában szükség lesz nem gondolnám, azért az Asztarázban itt vannak <laughs> buktatók, látjuk. Igen, egymás után jöttek az edzők. Igen, itt a Makeler is gyorsan kicsekkolt ebből, úgyhogy nem biztos, hogy ahhoz a klubhoz igazolt, amelyik a legjobban van felépítve ilyen szempontból. Szerintem továbbra is attól, mert itt volt egy ilyen kevesebb, mint fél év, két hónap, három hónap, attól még fog, attól még jön neki majd lehetőség top 10 ligán belülről. Tehát, hogy nagyjából nyilván nem top 5-ben gondolkodunk, de hogy ebben a, a 7, 8, 9, -dik, 10. -dik legerősebb ligából, szerintem jön még majd neki lehetőség, akkor valószínűleg a válogatott keretben is visszakerül, ugye pozitívum ilyen szempontból, hogy márciusban játszik a következő. Igen. Tettem. Idén viszont akkor már nem látjuk Ádámot a csapatban, de lássuk csak, hogy mik várnak a magyar válogatottra a folytatásban. A novemberi Nemzetek Ligája mérkőzéseket Magyarország először is szombaton játsza 45 től Hollandia ellen idegenben, majd ezt követően jön a németek elleni mérkőzés már a Puskás Arénában kedden, ugyanezzel a kezdési időponttal. Igen, itt ugye a legelső meccsünk a hollandok ellen az dönt gyakorlatilag mindenről. Tehát úgy nagyjából már előre láthatóan tét nélküli egy kicsit az a németek elleni csörte, hogyha a hollandokat megverjük, akkor biztosan csoport csoportmásikok vagyunk, ezzel ott vagyunk a Nemzetek Ligája 8-as döntőjében, ha meg nem sikerül nyernünk, akkor meg nem, csak harmadikok leszünk, még matematikai a negyedik helyre van sansz két vereséggel, meg egy hihetetlen bosnyák menetelése, én erre azért nagy pénzben nem fogadni. Én sem. És ugyanakkor, ha valami csoda történne a hollandok áll, akkor igazából az ismét vagy a jelenleg is nagyobb magaságba emelné -e a rossz csapatot, illetve akkor szerintem végleg is, kijelenthetnénk, hogy véget ért ez a hullámvölgy, vagy kikerült a csapat teljesen ebből a hullámvölgyből, amit még itt az ősz elején, amelyben az ősz elején bekerült a csapat. Igen, azt mondjuk nem tudom egyébként teljesen őszintén, hogy hogy melyik tenne jobbat mondjuk a csapatnak. Tehát ugye két opció van. Olyan most nincs, hogy nem játszom meccset márciusban. Ugye van az a, az, az opció, hogy 8-as döntőt játszik a válogatott, és akkor ö, adott esetben, ha ugye rögtön búcsúzik egy valószínűleg erősebb akkor csak egy meccs vár rá. Ö, Vagy ugye játszik a bennmaradásért az aligában egy olyan ellenfél, aki még nem ismer, de lehet az mondjuk Norvégia vagy Anglia. Nem tudom, hogy. Melyik igazából, mivel mindenki játszani kell, ezért valószínűleg jobbat lenne a, tényleg a lelkiállapotoknak, hogyha ez egy 8-as döntő lenne. Ott azért nyilván nem arra kell majd készülni, ha esetleg megtörténik, hogy esélyesként megyünk ebbe bele. Rosszi is beszélt erről a két meccsről. Azt mondta, hogy egyértelmű, két olyan ellenfél állunk szemben, amelyek papíron nagyon erősek. Az eredmény elviekben borítékolható, de a papírforma egy dolog, a másik, hogy mi érvényesül. Nem nekünk áll az ászló. Jól kell teljesítenünk taktikai szempontból, emellett arra kell törekednünk, hogy párharcokat nyerjünk, és akkor bármi megtörténhet. A két-három részt nem még tudnánk javítani a legutóbbi meccsénkhez képest, akkor lehet borítani a papírformát. Szokásosan euh, óvatosan fogalmaz ilyen számomra rosszi. Ne kerüljük, mi is a forrókását. Látsz-e reális a sita arra, hogy itt a hollandokat meg tudjuk verni idegenben? Azért voltak ilyen hírek, hogy a holland keret nem lesz olyan acélos, aztán minden sztárba Én most pessimista vagyok ezzel a meccsel, és azt mondom, hogy nem. Öm, számítok arra, hogy szerzünk egy gólt valahogyan, de, de azt sem tudom, azt sem tartom kizártnak, hogy mondjuk három egyre kapunk ki, vagy vagy 1 re vagy Szóval szerintem nyolc kell. Nyolc Nem kéne beleszaladni a nyolcasba valóban. Ez, ez a, az, ez, a mondat, ez remélem nem hangzik el újra. Ez de... rosszul sült el már Igen. egyszer. Igen. Igen. te mire számítasz? Hát arra semmiképp, hogy itt nagyon nagy verésbe szaladunk bele. Már csak azért sem, mert Rossi meg fogja tartani azt a, azt a taktikai hozzáállást, amit a németek ellen, vagy illetve amit a hollandok ellen és a bosnyákok ellen az előző körben. Ugye a németek elleni zakkorról sokszor beszéltünk, már nem jött össze egy újítás. Rossi visszaváltotta a jól bevált recepthez, és szerintem ebben az elsorozatban ezzel már nem is fog kozmetikázni. Aztán meglátjuk, hogy majd később megint előhozakodik valamilyen újítással, mert működött ez már korábban azért jól. És most viszont szerintem arra a konzervatív, tényleg nagyon visszaállt, ahogy Szobosz említette, csúszó válogatottra számíthatunk, amelyik egymásért bármikor tűzbe menne. Ez a játékstílus pedig szerintem azt eredményezi, hogy sok gólt egyik ellenfelünktől sem fogunk kapni, németektől sem a Puskás Arénában, ami ráadásul ezután is ugye teltházas lehet. Úgyhogy nagyjából ezt várom, és aztán ugye hónapokig jön majd egy nagyobb válogatott színen. Igen, azt lehet szerintem még figyelemmel követni, hogy ö, mennyire ö, teszi be bátran a fiatalokat, egyrészt azokat az újoncokat, akikkel most akikről már most szó esett. Én arra számítok, hogy németek ellen ö, több embert is be fog dobni majd Hát, hogyha nem lesz tétje annak a meccsnek, ö, vagyis hát ugye beszéltük, hogy nagy tétje valószínűleg sehogy nem lesz, ha csak a bosnyákok nem verik meg ugye a, a németeket szombaton, ö, akkor szerintem is van esély arra, hogy itt lesznek próbálkozások. Ugye Kata Mihály most már nagyon hosszú ideje, ott van a keretben, de szinte soha nem játszik, nikicser megelőzte, Őt is akár láthatjuk. A, a védelmünk, ami alapesetben azért valószínűleg ez a Balogor vándárdai lesz. Fiola botkával szerintem az maradna, hiszen azért Fiola Botka már nem nagyon kell, hogy szerezzen ebbe a csapatba. Azt mondjuk el tudom képzelni, és hogy mondjuk Szabó Leventét is akkor bedobja, és megnézzük a, azokat, akik tényleg újoncok ebben a csapatban. Meg mondjuk azt, hogy Tóth Balázsi Szapponos közül valamelyik lehetőséget kap -e egyébként, így, hogy, így, hogy ö, ö, Dibus már első számú kapus. És akkor még egy pontot említsünk itt még a keret kapcsán, ugye Beszéltünk múlt héten arról, hogy Nagy Zsolt és Kerkez Milos pályára kerülhet -e egyszerre. Ez aztán a sajtótájékoztatón is szóba került, és is beszélt erről, de úgy hozta megint a sors, ha mondjuk sorsnak, hogy Kerkez nem lesz ott a keretben. Végigjátszotta a Bormuz Brenford elleni bajnokiát a PL-ben, aztán jelezte a bormus hogy sérült. Egyre több ilyet látunk, és nem vagyok benne biztos, hogy azért olyan tényleg több meccses kihagyásos sérülésről van szó de úgy érzi a csapat is biztonságosabbnak, hogyha, hogyha inkább nem utazik el és szed össze egy sérülést. Azért, hogyha ott lenne Rossi csapatában, akkor ő tényleg az, a, ameddig van ereje, addig kihajtja. Ilyen szempontból nem baj, nem sérül meg, és hát Nagy Zsoltal az elmúlt hónapok alapján nem járunk semmivel rosszabbul. Abszolút, ez pedig most egy ajándék Nagy Zsoltnak, hogy nem kell izgulnia, lehet, hogy ott lesz a csapatban. Igen, úgyhogy ennyi lett volna nagyjából. A magyar válogatottat is kiveszésztünk, beszéltünk a fradi uh, hamburgi Kiev felett aratott győzelméről, illetve arról, hogy Szoboszlai Dominiknak veszély van -e, veszélyben van-e a kezdő pozíció Liverpoolban. Az biztos, hogy a válogatott szombaton és kedden lép majd pályára a Hollandia és Németország ellen. Természetesen, ahogy véget érnek ezek a meccsek, kibeszéljük majd. Sziasztok! Így van. Köszönjük szépen a figyelmet, és a... azzal búcsúzom még, hogy amellett, hogy a Nemzeti Sport Rádióban hétről hétre hallhatjátok a magyar vonatkozású nemzetközi futballos podcastünket. A Youtube-on megtaláljátok ezt is, illetve a nemzetközi Magyarországon kívüli klubcsapatokkal foglalkozó részünket is. Úgyhogy, ha eddig még nem tettétek, iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, követhettek minket a Spotify-on keresztül is, és hallgassatok minket majd továbbra is. A véleményeteket megiratjátok kommentben, akár a Facebookon, akár pedig a Youtube videók alatt. Én is köszönöm szépen a figyelmet, most márka búcsúzunk erre a hétre, sziasztok!